Március 16-án állította le a kormány az autós iskolák képzéseit a koronavírus terjedése miatt. Onnantól több mint egy hónapon keresztül legfeljebb interneten taníthattak elméletet az oktatók. Az emiatt feltorlódott hallgatóikat csak nemrégen kezdhették el felkészíteni a vizsgákra, új diákokat viszont ezért nem tudnak vállalni, így pénztől esnek el. Most újra belobbanni látszik a járvány, Gould Csaba, a turboautós iskola vezetője azt mondja, ha újra leállítja a kormány a képzéseket, munkahiány több autós iskola egyszerűen tönkre mehet. Annak idején bíztunk benne, olyan, mint a taxisok, hogy kapunk mi is valami kedvezményt, az autós iskolák nem kaptak semmi kedvezményt. Mindenki azért próbál most dolgozni, amennyit lehet, hogy valamennyi tartalékot össze tudjon gyűjteni, és ezek a tartalékkal valahogyan kihúzzák. Tolna megyében a vendéglátást érintette legrosszabbul a koronavírus terjedése, de szinte valamennyi ágazatban visszaesést hozott a járvány. A megyei kereskedelmi és iparkamaránál most a második hullámra való felkészülésen dolgoznak. Kérdőívet állítanak össze, amit a járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozásokhoz juttatnak el. Szeretnék tudni, hogy mi a legtöbb nálunk a vendéglátás turizmus területén, hogy hogyan állnak a vállalkozók, és milyen intézkedéseket várnak, hogy gyakorlatilag a nem csekély visszaesés megforduljon a következő időszakban. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara felmérése jövő héten kezdődik, az eredményeket pedig továbbítják majd a kamara országos szervezetéhez, hogy azokról érdemi tárgyalások kezdődhessenek a kormánnyal.